Testünk minden szerve a saját jellegzetes mezőit hozza létre. Úgy tűnik, hogy egy adott szerv olyan jelentős mezőket hoz létre, amely az egész testre kihat. A szív a rendszer uralkodója. A májnak és valamennyi szervnek is vannak feladatai, de a szív felülírja valamennyit. Az energiagyógyászatban létezik egy irányzat, amelyet energiakardiológiának neveznek. Ez azt állítja, hogy az összes jel, amelyet a szív állít elő, szabályozó jelentőséggel bír. A szív állandóan hangokat, nyomáshullámokat, hőt, fényt, elektromos, mágneses és elektromágneses jeleket bocsát ki. Testünk minden sejtje más és más időközönként fogja ezeket a különböző jeleket, mivel ezek változó sebességgel terjednek a keringési rendszerben. A szív generálja a legnagyobb ritmikus, elektromagnetikus jelet a testben. Ha erre és a mágneses mezőre, mint vívőhullámra tekintünk, láthatjuk, hogy információval van modulálva. Tehát ez az információ vívőhullámja. A testünkben zajló folyamatok belátható módon érzelmi mintákkal vannak modulálva. Például, ha mérgesek, frusztráltak vagy ingerlékenyek vagyunk, a mágneses mezőre átvitt információ nagyon különbözik attól, mint ha szeretetet, törődést vagy részvétet éreznénk. Felfedezték, hogy a szívnek koherens vagy inkoherens ritmusú dobogási mintái vannak. Ezek a minták szorosan kapcsolódnak az érzelmeinkhez, érzéseinkhez. Ha a szív ritmikus dobogása sima és rendezett, azt koherens ritmusnak nevezzük. És ez a koherens ritmus hangolja be és szinkronizálja az agy ritmusát. Az idegrendszer, a test szervei és a mirigyek mind harmonikusan működnek együtt a szív koherens ritmusára. A pozitív érzelmek által keltett szívminták, mint például szeretet, elismerés, törődés, megbocsátás, hála, igencsak elütnek a negatív érzelmek keltette mintáktól. Amikor dühösek, ingerültek vagyunk vagy aggódunk, ezek mind olyan mintát hoznak létre, amit inkoherens ritmusnak vagy rendezetlen mintának nevezünk. Ezzel szemben pozitív érzéseink támadnak, amikor a naplementét csodáljuk, hogy milyen gyönyörű. Amikor a szívünk úgynevezett koherens ritmusban ver, akkor a szív szinusz hullámszerű mintázatot küld az agynak. Mi szívkoherenciának hívjuk, mert a kutatásokban azt találjuk, hogy a szívnek eszerint a szinkronizált, koherens ritmikus minta szerint kell vernie ahhoz, hogy az agy és az idegrendszer átvegye és szinkronba hozza magát ezzel az erőteljes ritmussal. Tehát a szívvel kezdődik minden. Ha a pulzust érezzük, akkor tulajdonképpen azt a nyomás hullámot érezzük, amit a szív hozott létre. Ez nem a véráramlása, hanem a nyomás hullám. Így minden egyes szívdobbanáskor ez a nyomás hullám végigfut a testen és eljut az agyig. Ha ezt az agy szintjén vizsgáljuk, akkor ez a nyomás hullám hozza szinkronba az összes neuront. Nagy bajban lenne az agyunk, ha nem lenne ez a szinkronizáló jel, ami ezt az átfogó összehangulást adja. Ha valaki koherenciában van, gyakran érezheted, hogyan sugárzik belőle a szeretet, a részvét vagy a hála. A koherencia az az ideális élettani állapot, amely a tanulás és a jó teljesítmény alapja, és amely a test természetes megújító folyamatait táplálja. A szívnek megvan a saját belső idegrendszere, amely tud érzékelni, érezni, emlékezni, és olyan információt állít elő, ami független az agytól. Mindig úgy gondolunk a bejövő információrendszerre, mintha az mindenestől az agyban történne. Azonban kezdjük felfedezni, hogy először a szív kapja az információt, és csak aztán közvetíti tovább az agyba. Tanulmányok mutatták ki, hogy a szív gyorsabban válaszol a külső stimulációkra, mint az agy. A legújabb tanulmány, amit a laboratóriumunkban végeztünk, az volt, amit végül is úgy neveztünk el, hogy az intuíció elektrofiziológiája. Néhány megelőző tanulmány kimutatta, hogy a test képes jelezni, hogy valamilyen jövőbeli esemény fog bekövetkezni, ha az a jövőbeli esemény az alany számára érzelmileg jelentős és fontos. A résztvevőket érzékelőkhöz kapcsolták, melyek rögzítették az agyhullám aktivitást, a szív tevékenységet és a szív-agy kölcsönhatásokat.
Az alany egy számítógépnél ült, és egy gombot kellett megnyomnia, miközben mi a fiziológiai adatokat rögzítettük, és pár másodperccel később egy fotót mutattunk neki. A fotók szélsőséges érzelmeket kiváltó képeket ábrázoltak. A résztvevőknek felkavaró képeket mutattak autóbaleset áldozatokról, támadó kígyókról vagy hasonlókról. A spektrum másik végén virágokat vagy naplementét mutató képek álltak. A résztvevők véletlen sorrendben kapták ezeket a fotókat. Ami a dolog lényege, hogy a számítógép nem csak azt jelölte ki, melyik fénykép következik, hanem azt is, hogy milyen típusú fotót választ. Mindezt azután, hogy az adatot már rögzítettük. Így a kísérlet alanya és a kísérletet végző számára is lehetetlen volt előre tudni, hogy mi lehet a következő fotó. Még maga a számítógép sem tudta. Az eredmények meglepőek voltak. A test már azelőtt válaszolt, hogy a kép megjelent volna. Nem csak azt találtuk, hogy a test valóban már azelőtt válaszolt, mielőtt meglátta volna a képet, mintha csak előre megjósolta volna, hanem azt is, hogy a szív volt az, amelyik elsőként válaszolt. A szív válasza nem csak, hogy gyorsabb volt, de a jel, amit az agynak küldött, a kép érzelmi töltete szerint változott. A jeleket vizsgálva, melyeket a szív küldözgetett az agyba, megállapítottuk, hogy a szív szószoros értelemben más-más üzenetet küld az agyba, attól függően, hogy a soron következő kép milyen lesz. Ezután láthatjuk az agyválaszát, aztán a testválaszát, amikor is tudatára ébred a dolognak. Tehát ennek az intuitív információ áramlásnak a sorrendje a következő. Szív, agy, test. Csak ezután jöhet a testválasza, hogy tudatosan is felfogtuk a dolgot. Ezek a kísérletek arra mutatnak rá, hogy meg kell változtatnunk az emberi test működésével kapcsolatos nézeteinket. Úgy tűnik, mintha a szív és az agy kissé később hozzáférne egy olyan információ mezőhöz, amely nem függ tértől és időtől. Ha kvantumholográfiáról vagy kvantumfizikáról beszélünk, akkor ez nem újdonság. De végre vannak módszereink arra, hogy megmutassuk, valóban létezik energetikai, illetve elektronikus rendszerünk, és hogy valójában ez az elsődleges, és tényleg nincs kötve se időhöz, se térhez. A szív egy olyan információ és intelligencia mezőhöz kapcsolódik, amely kiegészíti az agymezejét, bár különbözik attól. Teljesen világos, hogy a szívben és az agyban található neuronok rövid és hosszú távú memóriával is rendelkeznek. Információt dolgoznak fel, mint egy működő agy. Egyes kutatók úgy vélik, hogy a szív az a központi szerv, amelyik a testmezőbe beírja az információt.